Üdvözlök mindenkit, Ronin vagyok. Srácok, hadd meséljek nektek történetet. Um, Van egy haverom, kidó hívják. Nagyon régen találkoztunk Warframe-ben. Uh, ő szeretette meg velem a valkért, hogyha um, valakinek mond valamit ez az info. Mindegy. A lényeg az, hogy már nem játszik Kidó a Warframe-mel. És egy ilyen féloldalas, miért féloldalas, egy kisebb regény rendet írt arról, hogy mennyire rosszak a játékok. És hogy mennyi minden változat, és uh, miért nem szerető ezt a játékot, uh, vagy azt a játékot, vagy azt a játékot, és hogy mennyi problémát vél felfedezni a mostani játékokkal a régiekhez képest. És végigolvastam, hú, de hát tényleg végigolvastam, kidó az Isten szeretemére. Um, végigolvastam az egészet, de, uh, de számodra, uh, így a videó 50. másodpercében le tudom zárni, mi a probléma, és azt hiszem meg is írtam volt neked, hogyha jól emlékszem. Azt mondtam, hogy. Felnőtté, találjál magadnak egy másik hobbit, mert a játékok számodra már nem vonzóak. Abban a leírásban, amit te írtál nekem, ez jött le. Ideje tovább lépni. Szakíts a csajoddal, keres egy újat. Című történet, mert hogy bizonyán változtak a játékok, de ebben az esetben ez az illető felnőtt úgy gondolom, hogy Érdemes meglátnunk azt, amikor már öm, hm, ahogy mondani szokták benő a fejünk lágya, és valamit ideje letenni, mert már nem szolgálja ki az időnket. Viszont ö, felvetette azért a probléma mélységét, hogy őszinte legyek, és kiúkat egy-két mondatban kiukadt arra felé is, hogy ugye a mai játékok valami valami nem Feltétlenül tudta megmagyarázni, de leírta a, a probléma mélységét, hogy, hogy leírta a saját szavával azt, hogy miért nem szereti azt az adott bizonyos játékot, és hogy, hogy ez probléma. Nem tudja, nem feltétlenül írta le hogy miért, de ez probléma. És én szeretném egy kicsit kontextusba helyezni azt, hogy miért csalódunk, a mostani játékokban, miért kevés nekünk ezek a mostani játékok, és talán kielemezném az egészeti generációs problémára is, illetve arra, hogy hogyan és miért fejlődtek olyan irányba a játékok, mint amilyen irányba fejlődtek. De ja, induljon a történet valahonnan onnan, hogy Régen, mikor ülti az osztályba a haverokkal, és ja, olyan régen, még hogy én is emlékszem rá, ültünk régen az osztályjal a haverokba, és beszéltünk, ú, hallottad, megjelent ez az új játék, oh, azt kurva, olyan kurva ő lett, és rohadt nehéz, marra nagy kihívás volt azon a pályán végig menni, jaj, de te hogy csináltad meg ott azt a részt, és jaj, jaj, 5 másodperceként mentettem, mert kuklára meghaltam folyton, és annyira jó érzés volt, mint amikor végig végre kiátszottam, és erről beszélgettünk. Most meg már miről beszélgetünk? Megvetted azt az új szkint? Jól láttad az új tartalmat? Jó, ja, mennyibe kerül 12 centbe? Vagy 12 dollárba halál mindegy. Szóval most már erről szólnak a beszélgetések, hogy játékok nagyon szépek, és tök jó, hogy milyen könnyen elérhető ez a tartalom, és ja, az, amely két óra alatt, ja, legalább nem kell annyi időt rá vesztegetnem, és a többi, és a többi, ilyesmikről szólnak manapság a játékok, és igen, a Probléma gyökere az itt van, hogy erről szólnak a játékok, ezért nem, az a, nem kelt olyan hatást bennünk a mostani játék, mint a régebbi játék uh, keltett. De ennek nem csak ez az oka, hogy. Hogy, hogy, ennyi, hogy, így ilyen téren változtak a játékok. Természetesen emiatt egy, emögött egy gazdasági döntés is volt. Amikor régen, amikor a játékok virágozni kezdtek, akkor a játék arról szólt, hogy egy kihívás legyen, és ezzel akarták megfogni az embert arra, hogy megvásárolja ezt az adott játékok. Tehát a készítők kifejezetten az volt a gazdasági modell struktúra, hogy egy olyan játékot készítsenek, ami megfogja az embereknek az érdeklődését, a kihívás kihívások terén. Oké? Okay. Természetesen a grafikát akarták szebbé és jobbá csinálni, de a lényeg az volt, hogy a kihívások terén fogja meg az embereket. Akarva akaratlanul ugye a készítők minőségi játékokat készítettek, amelyek olyan szabad időtöltést adtak az embereknek, ahol úgy érezték, hogy minőségi időt töltenek el a szeretteikkel, esetlegesen az a játék alatt. Viszont ez önmagában nagyon gyorsan kiderült, hogy nem feltétlenül nagyon költség-effektív. Sok időbe telik megprogramozni a játékot, és nem biztos, hogy visszahozza az árát azzal, hogy euh, megveszik az emberek. Mert hogyha valami rögtön nem tetszett az embereknek, akkor ugye a rossz hír gyorsabban terjed, mint a jó hír, de már, már, már is nem fogyott annyi példány abból az adott egy játékból. Nem csak ez van, az van, hogy Régen ugye fizikai másolatok léteztek a játékokból, ezért ha megjelent egy játék, az nagy kincs volt, mert ritkán jelent meg egy, mert drága volt, mert költséges, meg ki kellett nyomtatni, és ki kellett szállítani a világ minden pontjáról, megjelentek azok, az, azok a szerencsétlen játékok. Ezért, ha volt évente egy új játékod, abból a szart is kiátszottad, mert tudtad, hogy egy jó darabig nem fog új jönni. Most viszont a digitális korszakban uh, elérhető minden szar úton, útfélen, és szar az ömlék ezerrel. De mielőtt még erre rátérnék, hogy honnan ömlik ez a sok szar. Rátérnék arra a kis gazdasági problémára, ugye, amit a World of Warcraftnak nak köszönhetünk, hogy kezdett kinőni ez az ipar, és látták, hogy jó, oh, oh, van itt pénz, vagy látták, hát a Wall Street látta, hogy van itt pénz, és rengeteg. Öm, rengeteg. Ezt egy pár okos elme, Wall Street-i üzletemberekről beszélünk, nem játékprogramozókról, nem nem készítőkről beszélünk, itt cégvezetőkről és üzletemberekről beszélünk, akik észrevették a potenciát ezekben a játékokban, és elindult, röviden, nagyon röviden megfogalmazva, ugye elindult a mikrotranszakció kora és a játékon belüli értékesítés továbbá kísérte ezt a digitalizálódás, ahol már nem kellett játékokat kiírni CD-kre, DVD-kre és a többi, és ez megkönnyítette a pénzkeresetet, Mivel, hogy egy játék elkészítése nem mindig hozta vissza az árát, így csóron maradtak a kiadók, csóron maradtak a programozók, ezek a nagyon okos Wall Street üzletemberek kitalálták azt, hogy hogyan lehet monetizálni és még többet kihozni a játékokból. És a játékok elkezdtek egy ilyen fejlődési arányt venni a mikrotranszakciók felé, a lootboxok felé, anyám digitalizálás felé, dlc felé, hogy több pénzt tudjanak behozni minél kevesebb efforttal, uh, Minél kevesebb, um, hogy mondják ezt, minél kevesebb munkával. Ugye egy DLC, egy Call of duty csak egy térkép, bám! Egy térképet én magam is készítettem a Firecry-ból, lássuk mennyibe került, két óránban összehoztam egy térképet, el is fogadtattam a különböző szabványoknak, ami kellett a firecry ba bum, be is került a multiplayer sorozatba, A Firecry uh, 4 és 5-ben is van térképen. Tehát nem nehéz munka nagyon egyszerűen ki lehet hozni belőlük, és ilyen munkát, és milyen drágán lehet eladni, és több millió megveszik, tehát kiválóan kitalálták. És ez, 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 ugye kezdte levinni a játékoknak a tartalmi minőségét sajnálatos módon. Ez az egyik, amire azt mondanám, hogy hanyatlék a, a, játék, de a másik probléma az nem, nem csak ott van. Gyerekek, most te nem mondhatnám magam Fiatal vagyok, de megéltem dolgokat. Láttam a számítógépes ipa, ipart fejlődni. Ebből a szempontból láttam a játékipart fejlődni. És egy generáció nőtt fel, amióta én is felnőttem. Ezen a generáció, ami én vagyok, sőt már tőlem fiatalabbak is belefogtak a játékprogramozásba. Na most az én generációm, és a tőlem fiatalabb generáció, nekünk van egy igen-igen nagy hibánk amit elkezdünk, se sem fejezzünk be, és nem vállalunk felelősséget a munkánk felé. Most nagyon kritikus vagyok a, az én generációmmal és a tőlem fiatalabb generációval, mert ott még jobban látom ezt. Nagyon kritikus vagyok, és lehet személyiség, hogy ennyire így mondom, és az igénytelenség az sajnos a mi generációnknak és a tőlem fiatalabb lévő generációnknak a vonás jegye ha belegondolok abba, hogy a nagyapáink, vagy a nagyapám saját két kezével hozott létre egy olyan házat, amit tudom, hogy 200 év múlva is még simán állni fog, ehhez képest én nem tudnék egy ilyet csinálni. Nem azért nem, mert hogy nem tanultam a házépítés, mert hogy nincs türelmem egy ilyet csinálni. Szóval, és ugyanezen a, ugyanez a generáció, lett, ezekből lettek az új programozók, ezekből lettek az új cégvezetők, és ez a mentalitás, hogy minél több pénzt hozzunk be egy játékkal, és minél kevesebb munkával az a mi generációnknak a, a védjegye. Dolgozzunk kevesebbet, de szedjünk le minél több pénzt. Hát, ugye nem a mi bánk, a szüleinktől tanultuk, azok is azt mondták, hogy fiam, okosan dolgozz, ne sokat. Érted, amit mondod? pénzt keressé, ne pedig dolgozz izé dolgozzál, című történet, de sajnos, hogy ha valami jót akarunk, akkor abba bele kéne tenni némi energiafeszültséget. És hát kidó, kedves barátom, mert hogy kitértél arra is, hogy milyen a mai játékok és mennyire szarul vannak összerakva. Ez nem azért van, mert ugye já szegény játékkészítők 24 per 7 programoznak, nincs idejük semmire, hashtag no élet, hanem azért van, mert egyszerűen senki nem tanította meg nekünk, hogyan kell igényes munkát végezni. Szóval, um, ja, ez egy rossz hír. Azt hiszem. Tehát én ezt is látom egy generációs elfajulásnak. Még régen uh, könyveket olvastunk, és az fejlesztette a memóriánkat, és adta meg a fantáziánkat, és um, köpött ki magából a Föld olyan fantáziadus embereket, mondjuk, mint George Lucas a Star Wars-sal, uh, ahhoz képest most már a felnövekvő generációk is mi, akik mi lennénk, ugye, és a tőlem fiatalabbak, ahhoz képest most már mi készen kapunk minden információt a képernyőn keresztül. Nem mondanám, hogy minden rossz a mi generációkkal és az előttünk lévőekkel, mert iszonyatosan gyorsan fejlődünk, és uh, okosak vagyunk, okosabbak vagyunk, gyorsan tanulunk. Sok-sok aspektusa, ami jött a digitális korszakkal sok sok aspektusa um, jó dolog, de viszont van egy-két dolog, és ez pedig az igényesség, amiről úgy gondolom, hogy nagy mértékben elvész, és ez kitükröződik a játékokon, és a tőlünk okosabbak, akik vezetik ezeket a cégeket, ezen fognak kilovagolni tulajdonképpen nekik mindegy, mert úgy is megoldják, hogy mi kifizessük azt a pénzt, érte. Szóval, egy ilyen. Csabdában vagyunk, egy ilyen körkörös csapdában, és hogyha egy cégnél nincs egy úgynevezett olyan valaki vezet, vezető lead, bárki, aki erős kézzel fogja és megköveteli a százszerzelékosan igényes munkát a, attól a programozótól, akkor sosem fogunk szart kapni. Úgyhogy ez lenne az én videóm kiló számodra. Válasz, remélem kielégítő volt. Um, és hát ja, amit tudok mondani, hogy rengeteg indi játék van odakint, aki azért küzd, hogy életben marasson, maradjon, és mondhatni úgy, hogy nem tud túl hatékonyan céget vezetni, viszont kiváló játékokat tudnak készíteni, érdemes ö, rájuk fókuszálni mert azok tudnak értékes játékokat, jó játékokat, izgalmas játékokat, nehéz játékokat csinálni. Ö, rövid példa, mondok egy ilyen játékot Volcen, ha szereted a MMORPG-ket, vagy az ARPG-ket, akkor a Volcent érdemes kipróbálni. Egy olyan játék, ahol látszik, hogy a készítők azt akarják, hogy jó legyen, nem pedig pénzt akarnak vele keresni. Ami szomorú, mert hogy... Ki kell fizessék magukat, de nekünk jó, mert végül is kaptunk egy jó játékot az asztalra, főleg a mostani frissítés után. Na, mindegy. Ennyi lett volna, srácok, én nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, véleményeket lehet leírni, ha akarjátok, hm, amúgy megiratkozzatok fel. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!